Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és köszönöm titeket újra a Phasmophobia játék folytatásában. Most ennél a résznél már ugye csatlakozott hozzánk a... Hát, hogy mondjam, Ayakashi-nak? Adamónak? Hát, már nem tudom, van itt Ayakunk, van itt Ayakashi-nk, úgyhogy csupa érdekes nevek. Mindegy, köszöntsük Adamot itt. Még nem halljátok őket, de mindjárt hallani fogjátok, átkapcsolok DC-re, és csapathatjuk a csodás játékot. Azt kell tudni, hogy jelenleg most még, azt hiszem talán még akcióban van a játék fent a Steamen, szóval nektek is, ha vannak mondjuk barátaitok, vagy legalább csak egy, akivel tudsz játszani, vagy tudtok játszani, akkor szerintem ez a játék, a játékot érdemes egyébként kicsit, hogy is mondjam, a pénzetek nem fog elveszni, azt mondom, szerintem érdemes belefektetni, mi ezzel nagyon jó le, én legalábbis nagyon jól el szoktam szórakozni, egyébként el szoktunk, hát így vannak itt ilyen dolgok. Na, én már bent vagyok a játékban, hogy átkapcsolunk a srácokhoz. És már itt is vannak a srácok. No, én már beléptem a játékba. Egyébként a kérdésem az, hogy csináljak-e szervert, vagy valaki csinál? Csinálhatsz igazából. Jó van. Akkor csinálok. Na, na már most, azt kell tudni, hogy hát már elég nagy szintűek vagyunk, úgyhogy itt konkrétan party time van folyamatosan. Jaj, most felülök, kényelem, bevágjam magam. Na, törökül is, talán jobb lesz. Oké, okay, akkor játék. És akkor... beküldtem a kódot. Profi szinten fog menni egy csodálatos házban, mindenki kedvence. Aha, nincs semmim. Aztán meghaltam a múltkor. A démonnál. Vagy ez mi volt? Egy, nem, kopogó szellem, vagy mi volt az? Nem tudom, valami göthős. Hát mindegy. Hozz a lámpát inkább. Én hoztam. Én is. Abba volt vagy öt? Meghoztam nyugtatót is. Azt is veszek. Hőmérőt is veszek. Fejkamera. Nem kell. Mikrofon. Mozgásérzékelő kell. Amúgy. Hát, tart vissza hozzá. Mindig mi hozzuk, te meg sose halsz. Hát... minek? Minek kell mindig a sok nekem minden? Nincs is. Még nem állazom fel azt az egy darabot, az aranyat ér. Azok én. Hát jó. Oké. Okay. Aztán nézzük, feszületünk van, tök jó. Azért nagyon fasz, hogy van füstölőnk, de mivel gyújtjuk meg, ha nincs öngyújtó? A kis ujjunkkal. De a szellemet megkérjük, hogy plusz. Vagy... hát fújjon rá. Aha. Van... jó. Ki tudja, mit evett, mikor meghalt. Készület. Van? Jó. Öngyújtó. Van. Jó. Csapassuk neki. Figyelj a távoli hangokra, ez a tipp. Úristen.
Hagyjál már a hülyeséged, de te meg... He? Szokásos. Ja. Hogy vagyunk nyitva? Sehogy te szerencsétlen. Zárva vagyunk. Hogy lenni? Mi? Hogy vagyunk nyitva? Hát valahogy ebben a két hétben... Így nem tudom. De esküszöm, az ilyen sötét emberek mit éreznek egyébként? Úgy kérdezem. Hát... Valószínűleg jót. Ha de akciók vannak a weboldalon. Ne, tényleg a házhozszállítás működik. Magic, hív fel az ügyfélszolgálatot, szerencsétlen. Na. EMF mérőzni kell. Meg akadályozni a feszülettel a vadászatot, és át kell menni a sókupacon. És Richard Thompson. Esik a fényképezni. Hála Istennek. Na. Ezek egy keresztet már. Jó, akkor én ezt kinyitom. Az esős hell. 17 kupon és esik az eső. Na, hát ha bent is ennyi lesz. Ó, ebben a házban melyszor hal... Hát, ez bassz meg. Milyen jó, hogy van 3 fok megint az egész házba. Jó. És mit tudod, ezt a lehet, hogy a garázsban lesz az állam? Garázsban volt. Jaj. Mi lesz, Richard? Az. Hozni kellett volna egy ilyen, mert hogy mi ez, villanyomat olvasod? Jaj, ugyanitt haltunk meg tegnap. Igen, meg azelőtt is ugye itt a kocsinál jelent meg az a rohadék. Itt a sarokba. Igen. Itt, azt én meg belejtőztem ide a szekrénybe, szóval a szekrényeket. Itt van hagyom. 9 fok, 7 fok, 8 fok. Kinyitja most már a szekrényt is egyébként. Olvastam a patchelésbe, hogy... Igen, a játék az jött új patch, úgyhogy most már... agresszívabban keres, inkább így mondom. Most gyorsabban meghalunk. A cellem. Hát sok 6 sűrűség. Fok van. Hol? Rahat nagyobb eset. Mindenhol 6 fok van egyébként. Eddig nem volt annyira. Nincs meg keresünk valahol a csont, igen, a csontot. Ott fog szerintem megjelenni, vagy... Igen? Ha nem. Szerintem nem, eddig csak ott jelent meg. Újra nyomatot keresek, hát hagyott valamit, de akárhányszor ezzel próbálkoztam, még nem volt szerencsém. Mutka, hogy beléptünk ebbe a házba, itt ezt ledobta a vizét, gyertyát, meg... Jó. Mit ti, Maci? Na? Itt milyen a hőmérséklet? Csak mert itt a pincében látom a leheletem. Ja? Akkor ott van ez a genyó. Megyek le. A mérőmt azt nem hoztam. -1. Minusz másfél. Jó, ez meg... Jó, akkor ez megint... -3 fok van. Lebaszta a villanyt. Na. Leteszem. És tényleg. És kezdődik. Hova teszed? Én de rakom ide. Rakd ide a szőnyek közepére. Közepére. Látok. Jó volt ez. Nem én. Akkor ki? Ki, ha nem? Hát van Magdi anyus. Azt a faszomat. Akkor itt az első nyom. -3 fok van, EMF, 3-as. Az fagyos hőmérséklet. Az király, felkapcsoltam a villanyt. Igen, azt látom. Felhozok még... Hogy hívják? Thomas? Te vagy... csuktad be? Én. Kicsit félig. Thompson. Semmi. Ezek is voltak görögbe. Na, mit erre hoztak? Mit hoztak? Tengert. Ez igen. Santorinit. Az nem rossz. Ne. Ideg állapotba kerülök. Ilyen faszol, lépett faragul. Mellettem egyet. Slampa. Micsoda? Ott lépett egyet mellettem. Beletrappolt a bal fülembe.
Jó, akkor Ne sóval hallgass lent. hozzá. Most hoztam. És... Hozzuk egy fényképezőt, mert Akkor leviszem. Az kell lenni fog. De hozod. Nem Akkor... hozom én. Tessék. Babad, nem volt, Aha, ilyet? azt mondom. Uh-huh. Spirit Box-et vittünk le? Nem. Akkor Üzetet viszek. vittem. Lekapcsolod a villanyt egy kicsit. Nem, hogy lássam a... Izét. Van-e valami gömb? Teszek a másik irányba is egy kis izét. Jaj, bassz, meg hol van? Itt volt előttem. Hát is hagyta a sókupacom. Be is adta a küldét, már csak meg akadályozni egy vadászott feszülettel. Hát Oh, ez hajrá. Igazán paranormális élmény volt. Ne tartom, bassz. Még egyet elnyom mentálisan, nem épülök fel belőle. Mert kell mozgásérzékelő? Vigyünk le. Hát van olyan quest. Nincs. Szerintem én tudom, hogy hol van. Hol? A szoba közepén. Ah, átment a són. Som. Hogy hívják? Richard Thompson. Nem Johnson. Thompson. Richard Thompson Johnson. Thompson. Richard Thompson Johnson. Beszélj valamit. Itt vagy? Jelen vagy? Még a füzetbe. Te trappolsz itt? Volt egy 8-as, ki volt egy 9-es aktivitás, hívjátok, egyes aktivitás. Hát amikor az előbb megjelent. Csukd be az ajtót, légy szíves. Hogy hívják? Richard Thompson. De Richard Thompson? Hát nem is nyomta a B betűt, vagyunk. De, Adam. Itt járkálgatsz, azt hiszem, hogy vadászik, mert össze-vissza, van fény, nincs fény, van fény, nincs fény, hát ne idegesíts már. Megőrülj. Hármas, igen. De nincs válasz. Menj ki, Anita. Richard Thompson. Várjál már, hát adok én már le a világításom. Haladjál már. Jó, veled. Eszélj valamit. Akkor megyek. Viszlát. És megyek, jövök. Itt hagyjuk Ádámot, szórakozzon. Hát... De jó. Hagyjátok. Richard Thompson. Én ki is Itt futok. Vagy? Angolul beszéljél hozzá. Richard Thompson. Hát nem jó sikerült kell mondani. Mert az? Vagy mi a neve? Richard. Az a neve, Richard Thompson. Can you speak? Richard Thompson. Are you here? Nem, semmi köze a Spirit Boxhoz. De a Spirit gömböt se látok, csak szólok. Richard Thompson. A liegések vannak. Hát igen, csak az. Adam kinézett magának, 22-es a Sanity bűszer, remek egy gyógy. Ne, meg... Hallom, hogy trappol ez a szar. Megakadályoztál egy vadászatot. Megvan még a kizéz? A kereszt? Egy fa kereszt még itt van. És a másik? Azt lehet, hogy nem látom. Az egyik a szőnyegen volt, egyik meg kijebb volt. Hát, jó mondod, volt. A szőnyeges megvan még? Nincs. Nincs. Akkor ott jelent volna meg. Ott is volt lerakva az EMF. Oké. Okay. Hallottam, hogy ott trappol. Mit tudunk róla azon, hogy fagyos a hőmérséklet? Semmit. Semmit. Nagyjából semmit. Adám, hoztam neki egy ószert, várjál. Hú, király. 12%-on vagy. Azt meg bevettem. Várjál. Na szép. Nem maradok akkor itt vele. Ezt a 36 pillanat én most le fogom nyelni. Akkor mennyi? Olyan itt hagytok? Hiszem Ádámnak a ízét, a gyógyszert. Na, itt vagyok, jövök én is. Tessék. Nagyon füstő, bazd meg. Na. És már begyógyszerezve jövök vissza. Így kellemes érzésekben.
Meg is szólítom mindjárt. Richard Thompson. Bújj elő egy fényképre. Egy fényképre. Vadászik? Nem. Nem tudom mit csinál, de nem akar nem. Semmit. Ádám, itt Richard Thompson. Állj már úgy, hogy te világíts már, Ádám. Hát jó. Csak úgy, hogy lássam, hogy van-e valami szellem, amikor a másikból nem látok. Most mit csinálsz? Miért a földet nézed? Jó, én most semmit. Jó, most jó. Ott nincs, nézel, amerre Szabina van. Oda nézek. Richard Thompson. Te jobban nézz oda. Kezdjél végre magaddal valami. Akkor ugyan ott van rajta célkereszt. Richard Thompson, írj nekünk a füzetbe. Hát nem látok. Írjál már. Ez nem szellemgömbös lesz. Faszofó, írjál már valami. Pedig Richard Thompson. Richard Thompson. Van nálatok izé? Spirit Box? Működj. Az ott van egyébként, de nem szólt bele. Mert Richard Thompson, mi akkor vagy te? Fölakasztott, hogy a legyeket. Richard Thompson. Who are you? Lehet ettől hatni. Richard Thompson. Válaszoljál már! Na. A basementnél csomó jel van. Légy mérgezés. Halló, Richard Thompson. Richard Thompson, hol valamit vagy? Valamit ledobott. Richard Thompson, válaszolj nekünk. Richard Thompson, mutasd magad. Mondjátok, csak ötös az aktivitás. Kérünk Richard Thompson, mutasd magad. Richard Thompson, válaszolj. Richard Thompson. Hello Richard Thompson. Ricsike, válaszoljál már. Hát ennyi volt. Hobbasz meg. Hát ez nem engem akar, én nem megyek is. Ádám, menjél innen akkor. Engem ez nem szeret. Hol a papere? Ide jövök, hát tudok róla lőni egy képet. Hol a keret? Melyik? Volt egy a földön. Akkor hol vadászott? Mehetünk is. Várjál, megjelent. Hol? Ott van. Hát, lefotóztam, de az arcát nem tudtam. Ez nem portré lett, ez csak ilyen lesi fotó. Mi történt itt lent? 4-es EMF van. Lebasztam. Azt hallottam, hogy recseg az a szemét. Most mit csináljunk? Tippeljünk? Hát, hogy is ki kell deríteni. Kacsonál fel a villanyt amúgy. Nézzük, mi lehet egyébként. Richard Thompson, adj nekem jelet. Új lenyomat nem volt. Én kapcsoltam le, mert nem működik, világos. Ja. Richard Thompson, adj jelet. Richard Thompson, adj nekem jelet. Nincs válasz. Richard Thompson, beszélj hozzám. Na, mi történik? Itt volt előttem az a keci láda. Ijj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 j
Nincs lesz. Richard Thompson. Idős vagy? Richard Thompson, gyerek vagy? Gyerek vagy. Ajaj, vadászik. Na jó van, itt látom, hogy megy oda. Hova? Azt szevasz. Hát ott utáltak, megy felfelé a lépcsőn. A 300. szanitin vagyok, meg jó, hogy kijöttem. Visszajött a pincébe, itt láttam a monitoron. Elbújtál? Alita, elbújtál? Nem! Most megy vissza felfelé megint. Bárki van ott a pincében, ez nem lesz jó. Nem mondod! Alita, bújjál el! Hát tudom! Gyere, fel a lyukat! Be kell bújni a hűtőbe, az Indiana Jones stúlyáta. Richard Thompson! Ne vadászál! Megint ott járkál a pincébe. Most megy megint ki az ajtón. Ne menj ki, bárhol bújsz. Oké, eltűnt. A hűtő mellett vagyok, a hűtő mellett! Azt látom, látlak. Elment? El.
Mert nem tudok kijönni. Hol a, hogy a faszomba kell innen kijönni? Bezártam magamban. Fussasson! Megtaláltam! Öngyújtó van nálatok? Pop! Nincs. Akkor megyek a füstölővel. Kimentek mindenkit. Mit van? Tessék, desze. Akkor nem. Én vissza nem megyek. De nem tudom mi ez, nem beszélt hozzám. Jó, hát IMF, IMF 4 volt a legnagyobb. Én egy 5-eset be tudnék rá tippelni egyébként. EMF 5. Mert egyébként Spirit Box akkor nincs, új lenyomat nincs, szellemgén Phantom nincs. Phantom és Banshee. Szellemírás nincs. Ez egy Phantom lesz. Semmi nincs. Hát ez elég csóró. Amúgy legyen szerintem Phantom. Is Phantom lesz. De nem, ne, azt mondja, a Phantom akkor lenne szellemgömb, de nincs szellemgömb. Új lenyomat sincs. Hagyjuk. Ja. Várjál. Nézzük, mi lehet a fagyos pont? A démon nem lehet, mert nem válaszol és nem vadászik túlsúlyon. Hát nem. Ide és nincs könyvbeírogatás. Igen. Ledobált, láttad? Most esett le egy izé. Kopogó réme. Most dobott le egy izét egy... Rém sem lehet, mert fagy izé, kell hozzá a spirit gömb. Egy centrum multivitamin. Ott most... meg dobálja a bal sarokba ott valamit. Ott is dobál? A hőmérőt. Mi? A hőmérőt ott eldobált, ez biztos egy meleg. Hülye vagy Ádám. Hát a logikus következtetés. Szellemgömbünk sincsen, tehát gyuré is el. Nem. Hopp, kapcsolgatja a lámpát. Ez egy búzi volt, amely. Mondtam én. Lidér. Megyek és kifüstölöm a francba. Valaki hozzon már valamit, hogy vele lehet Thompson, kezdeni. Adj nekem. Az jó. Ennyi volt. Vadászik is. Bementél? A sark, a szélén álltam. Megszoptam, mert rám akarta csapni az ajtót, azt ott álltam az ajtó, tudod, a technikámat alkalmaztam. Nem tudod így lefotózni? Hát, le van fotózva. Egyébként a fotógépen maradt. De amúgy ennek semmi értelme nincsen, mert ha nem találunk szellemgömböt, akkor gyakorlatilag semmi nem lehet. Dehogy nem. És mi? Hát, Mindenhova kell a buzi izé, szellemgömb. Hát szellemgömb biztos. Bármi. Hát fagyos, oké. Akkor nézzük. A rémhez is kell a szellemgömb, vagy a spirit box. Egyik sincs. A Banshee-hez... Démonhoz... Jurei-hez kell, nem az lesz. Vagy démon. De az viszont nagyon keves, és nem is írt, és nem is spirit boxon. Ez egy Banshee, csak gyökér. Árny, az sem lehet, mert szellemgömb nem volt. Ez egy revanant. Nem, az nem lehet, mert minusz fok van. Várjál. Ez egy vagy Banshee, igen. Arra utal. Vagy egy lidérc. Én néztem olyan túl a nyomatot, és nem is láttam. Vagy egy, vagy egy lidérc. Vagy egy spirit. Ez lehet csak spirit. Vagy egy... Vagy nem spirit, ez lehet? Nem lehet spirit. Spirit nem lehet. Akkor vagy egy lidérc, vagy egy Banshee. Kész. A lidérchez mi kell? Spirit box, de az nincs. Hát vagy Banshee... Tippeljünk egy Banshee-re szerintem. Várjátok. Nem tudom. Van róla fotó? Lábnyomot látunk, vagy láttunk? Nem is néztük. De amúgy szerintem nem. Akkor ilyen Banshee. Na nézzük, igazunk van-e. 1%-on vagyunk, hallod? Na jó, menjünk. Hát, eléggé. De... Nem tudom. Mivel levitte a izénket? Hát az le. A... Sokkal jobban lement a sanity-ink. Jó, mindjárt megkiderül.
Belső. Yes. Hmm. Jó. Helyes. Hogy villanyomát ott nem hagy, az hihetetlen. Hát ő nem hagyó. Jó. Elmegy úgy intézet, börtön, iskola, és... ugyanez a ház. Azt hiszem. Más nincs. Nincs. Szomorú. Na nézzük. Megpróbáltuk egy börtönt is akár. Azt mondod, hogy egy börtönt? Hát ki tudja milyen jó lesz most az új hőmérővel. Profi hát, szinten szeretnéd? Hát ne legyen profi az. Persze. Jó, az amatőrként. Okay. Szerintem is jó lesz az amatőr. Kb. Ilyen amatőrök vagyunk, igen. Na, de kell nyugtató hőmérő. EMF mérőből is kéne még egy amúgy. Oké. Okay. Erősebb zsebi lámpi. Jó. Feszület, füstölő, igen. Öngyújtó. Kéne vagy 6 feszület. Kéne vagy 6. Holnap szombat van? Igen. Jó, nézzük minden mindenünk van. EMF, igen. Zseb, fényképezőgép. Az lehet, hogy kéne még egy. Jó. Öngyújtó, oké. UV lámpa, jól van. Feszület, jó, videókamera, spirit box. Só, füstölő. Igen. Hang, mozgás. Nyugtató. Hát, mehet. Ja. Elnézem. Balos. Na. Mi ez, börtön? Igen. Te kérted. Király. Király. Carol Brown. Jaj, de jó, már megint ez a gyökér. És mindenkinek válaszol. Átkelem egy parancs eseményt, érzékel a szemet mozgás, érzékel egy EMF mérve aktivitást mérni. Jó. Amatőr szinten, hát ha nem lesz elbaszódva a hőmérő. Elvileg nem. Kiderül. Felvetétek a pulcsot? Igen. Börtön. Az. Ki az a hülye, aki ide jön, bazd meg egyébként kóvályok. Mi? Dárgó díjasok vagyunk. Ilyen kalandvágyó fiatalok. De tényleg egyébként nem értem profi szinten, miért olyan rossz a izé? Hát már az profi szint. Ott gondolom más módszereket kell találni. Ez hülyeség. Nem megyek egyből az árkákhoz. Na. Ezt az ajtót de utálom. Mindenki váljunk szél, mindenki menjen izé, te Szabina, te a kajádába. Mert erre nézek széllyel. 22 fok van az zuhanyzóba, hát... nagyon helyes. Itt van eldobva egy szappan, az szép. Há, itt is el volt dobva. Itt party volt. 14 fok, 20. És már be is jöttem a szopó rollerba. B-blokk?
Tettem az A blokkba. Ott egy kis... Most valamit hallok, valami nagyon hang van. Mert te mit vittél, hangos bigyót? Nem, hát amit én hallok, azt mondom, hogy... Hát megint itt szakolni egy traktort az őrizületbe. Meg utolsó, kinyílt egy ajtó. Remélem valamelyik őtök jön. Én az A blokkba vagyok. Oké. Itt nincs egy rohadt villany amúgy. Hát... Hát gondolom az irányító szobában, vagy nem tudom, hogy van-e itt olyan. Nyitogat egy ajtót valaki. Hát az nem én vagyok, én az áblokban nyitogatom az ajtót. Nem hangzik jól. Nem egészséges. Hát... És ott nálad hány fok van? Nem, 17. Nem, 15. Na, most ilyen 15-17 fokok vannak. Hopp. Nem baj. Ah, itt van villany, király. Mert leg itt is lennie kell, csak nem tudom, hogy hol kell felkapcsolni a nagy a blokkban. Ez a fánkokat, azokat itt hagyja. Meg a kávét. Olcsó a Starbucks, hogy így itt hagyja. Gyorsan kellett távozni. Az a B blokkban, azt ott hol a? Hova megtaláltad a izét? Kapcsolót? Nem találtam. Ja. Az irányító szobát találtam meg. Abba volt egy kapcsoló, de... Ez olyan lassan tud futni, be, az meg futom a nyoma... 13... Én is nyom a shiftet, mint valami törött lábú. Hallottam. Hallottam valamit. Én is. És már én is. Jó van. Megfeleltem a könyvtárra. A B blokkot úgy nyitogatja, mint aki fújócskázik. De az hogy jött át ide az a hang ide hozzám? Mindenhol nyitogatja. Nekem itt ne nyitogasson. Keci, ezek a hangok. Hát ki vagyok az élettől. Milyen komolyan fémretyók vannak. Erre télen ráülsz. Nem kell felállni. Hallottad megint? Igen. Körgött az ajtó. Hát csőztök gyakorlatilag. Hát itt valaki, itt van alattam. Kijöttem hátra. Tetejét. De itt a Szabina. Jó. Kijöttem az udvarra. Hát ott nem fogsz találni semmit. Tudom, de azért jövök, én keresztül jövök az én. Ah. Átmegyek, te az A blokkba vagy még? Én a B blokkba vagyok. Eddig is ott voltam. Vagy... Na, arra gondoltam. Uh-huh. Jövök be. Itt vagyok. 14 fok. Aha, cseh. Cseh. Mindenki itt van, itt fönt. Neked is világít az a karkötő ott az izé? Igen, nekem is. De is karkötő. Itt világít, vagy ilyen fémget. Szerintem ez csak egy bug. Sőt. Szép. Nyakőr. Mert nekünk ide kell egy honni, bazd meg. Megint, megnézted az ebédlőt amúgy? Igen, tiszta volt. Semmi? Semmi. Hát, egyik cella sincsen kísértve. Olyan szép holdas éjszakánk van. Állj, kinyitottak itt az ajtót. Hol? Melyiket? Minden ki? Ajtót kinyitottam. Nyitogatja itt az ajtót, itt a... Hol vagy? Kijárathoz közel, itt a... Izé... Emeleten van valaki? Azt hiszem kijöttem. Melyik emeleten? Hát van itt egy... Nem. Van itt egy emelet. Menjünk csak fel az emeletre. Gyere csak ide ki. Hopp. Na. Itt hallottam, hogy kolompolást. Te vagy egy kolompolás. Ez itt van elő, gyerekek. Itt nyitogatja az ajtókat. Ez itt van elő. Mhm. Mhm.
Gyertek, de gyorsan. Tizennégy. Melyik elől? Hát ahhoz, a bejárathoz. Mhm. Ott a rossz helyre jövök. Megnyitogatja az ajtót. Hallom. Hol vagy, Ádám? Ajaj. Valaki mi? Becsukta rám az ajtót, mindet. Az nem én voltam. Az meg. Hú, nem jó, ott van, látom. Hol? Ott jön felém. Itt ebben a szobában. Ki volt itt az ajtó előtt? Hol? Itt, itt szembe. Itt. Itt láttam és itt jött felém. Ej, ezt mondom, hogy itt van, ezt hallottam én is. Itt járkált a szemét, itt. Akkor én oda le is dobok egy fakeresztet, minusz, ott volt. Minusz 0,6. Állj! Hol? Az előbb, várjál, hol, várjál, most még egyszer levérem, hol van? Nem, itt 20. Állj, itt van 0,6. Szóval hol jelent meg? Ott itt 3 fok van. Itt van, itt van, minusz 4 fok van itt bent. Bazd meg, lekapcsolta a villanyt. Gyerünk. Előadtam a fakeresztet, ezzel fogom agyon verni. Menjünk a francba, mert ez itt... Kettes EMF van. Hát akkor szaladjunk, mert meg fogunk murdélni. Dehogy is. Most miért murdelnénk meg? Hát jó. Jó megvártok, tesó. Kirohongáltok itt. Jó van. Láttam, amúgy ez izé volt, amint, amelyik beleszállt a rózsába, és szét volt karcolva. De legalább köze van a kijárathoz. Mi ez a szerencse? Hát nem a leghátul, a B meg az A blokkban van. Viszlek egy fényképezőt, meg egy könyvet. Most a kamerát bejtettem oda, ahol a sze... Már csak mozgásérzékelőt kell bejönni, az összes küldetésünk megvan. Azt mondja, EMF mérős, meg átéltünk paranormális jelenséget, szóval... Hát én átéltem, elég paranormális volt. Nem ott. Na, hogy dobál már. Tessék itt a Starbucks-os pohár megint. Rössz. Ja, fizetés kéne neki. Állj! Mi volt az? Szellemgömb. Ha, király. Majd... Írj valamit a füzetbe, te paranormális. Szellemgömbet, azt írjátok be. Meg a fagyos hővérfegyedet is. Ja, tényleg. Hello. Ez egy Phantom Rain vagy Gyurei? Megint dobál valamit? És akkor... Hogy hívják? Carol Brown. Igen. Átment valaki... Átment a mozgásérzékelő, megadta a küldit. Nagyon jó. Gyerünk, Carol Brown, mutasd magad. Nyitogatja cellákat. Mi van fönt, ahogy zömeltem. Az nem is kell már. Carol Brown. Oh. Jelenj meg. Ne jelenjen meg. Hát most ne jelenjen meg, keresem a villanykapcsolót. Ajaj. Hopp. Itt megnyitott egy ajtót. Beszél akkor hozzá és kinyitja az ajtót. Carol Brown. Close this door. Please. Carol. Vagy hol van a... Anyád, itt van előttem. Lefotóztam. Férmes asszonyt. Tényleg. Így de ronda. Én nem fogok fönt kóborolni egyedül. Hát nem is hát kell. Szerintem meg vagyunk. Szerintem finish. És tudjuk már, hogy nem. Is oda? Nem. Egy kurva. Mármint izé. Négyes élme feldobott rám. Tízes aktivitás volt. Hát megjelent. Hol van? Hol kell felkapcsolni? Fönt? Hát gondolom, mert alul nem találkozunk vele. Vagy leszarjuk, azt
találjuk. Mert valószínűleg csak vagy fönt van, vagy lent, mert... Mi lehet? Phantom Rém Jurei. Igen, és... akkor ez egy EMF 5, akkor Phantom, hogyha Spirit Box, akkor Rém. Ugyanilag nem. Szellemírás, akkor Jurei. Tehát szellemírás, Spirit Box, vagy EMF 5. Más nem lehet. Oké. Veszek egy ilyen mentálhigiéniás bogyót. Akkor... Meg veszek egy Spirit Boxot. Szabina, te merre vagy? Én? Te. Hát, nem bent. Új lenyomatos lófasz, ugye? Az nem lehet elvileg. Az nem lehet. Spirit Box EMF-et. Kinek válaszol? Mindenkinek. Mindenkinek. Nagyon helyes. Szellemírás nincsen, szóval... Carol Brown. Beszélj velem, mit? Are you here? Hi, a nyelv. Túl sokat beszélsz? Can we speak? Karen. Hello. Még oké. Mi volt Miből ez? Vagy? Te dobott valamit megint. Miért nincs válasz? Mert nem tett fel neki. Az lehet. Karen Brown, írj a füzetbe. Vagy válaszolj ezen a szaron. Hát, igen. Gyerünk, Karen Brown. Átad a són. Tényleg, most ment át a són. Utasd magad a sókacat. Válaszolj. Itt ír. Karen Brown. Adult. Írj valamit. Van. Mi? Azt mondta, hogy adult. Akkor viszlát. Látszott is rajta. Kivénhet. Egy rémséges öreg asszony. Az jó, hát akkor villanyt fel kéne lőni. Vadászik. Még nem? Nem. Ádám hülyéskedik. Az kéne még. Mindig oda világítasz, azt mindig beszarunk be az meg. De tényleg ez van. Mindig így járkál, hogy... Mindjárt már a gyerekkel. Mit nézelődöm közben? Ne rángassad már a fejedet, mint egy autista fasz. Hozzá vagyok szokva. Mi vagy te, rángatótó szindrómás? Vagy mi van már? Egy epilepsziás. Csodás tesszük. Rángatótó szindrómás. Beírtam mindenki, hogy rém? Én úgy beírtam, hogy rém. Akkor... Jól van. És amatőr szinten meg tudtuk fejteni, hát igen. Csodásak vagyunk. Zseniális. Végig kellett nézni A és B blokkot azért, hogy rájöjjünk, hogy ott van mellettünk a bejárati ajtónál. Csontot nem találtunk viszont. Ej. Bár annyira nem is bánom. Na! Két ház van. Elmegyógyintézet vagy a Ridgeview Roadhouse. Jó lesz, nem az elmegyógyintézet szerintem, mert az a legnagyobb. A Roadhouse-ba jók leszünk. Profi szinten. Mit szóltok? Easy. Hát jó. Még öngyújtó, másik, valakinek még erősebb zsebi lámpi nem rakta be. Én nem mondok semmit. Az igen. Minek? Azt mondod, hogy alapcucokkal menjünk. Aztán, úgy a kemény. Hát, amúgy... Profi szinten alapcucokkal? Igen. Vegyük is ki a sokszart. Nem veszed ki, Ádám. Ne!
Mit csinálsz? Mit csinálsz? Még öngyújtom, azért. Láttátok a csodálatos híreket? Hogy? Tartsánál megerőszakoltak egy nőt. Egy terhes nőt, pontosabban. Hol? Miért? Vaj! Kis tartsán. Az szép. Terhesebb már nem lesz. És mikor közölte, hogy ő terhes, és hagyja abba az erőszakolást, akkor a pali szájba verte, és ott hagyta. Nem látszik, bazd meg, ne haragudjál már meg, hogy amúgy vemhes vagyok. Tehát, hogy így nem értem a logikáját, ez ilyen hülye embereknek. Bokorharcos. Bokorharc? Mi? Hát oda vitte, kivitte a rétre, azt megbaszta a bokorba. A francba. Ez volt a legnagyobb baj, nem találkozott még veled, aki szájba verje. Hát de én ezt nem értem, a sok idiótát. Tehát, hogy egyszerűen én értem azt, hogy karantén van, de miért kell hülyének lenni amúgy? Mellé? Ez egy nagyon jogos kérdés. Hát én nem hiszem el, hogy nem látja az idióta baromja, hogy terhes a nő. Attól függ, hány hónapban van. Akkor se dugok meg senkit a bokorba, mert éppen felállt a faszom. Ezt én... Na gyertek már, szedjétek össze tudszokat, az haladjál ment, te bokor. Jó van, má, mondjál má, Elizabeth Robinson, IMF mérő, meg sétáljon a kupacon, meg fotózva. Akkor most megint bepróbálkozok egy ilyen újranyomatos lámpával, hát ha nem találok megint semmit az egész de házba. De miért azt hozod? Azért mert egyszer akarom érni azt, hogy lássak, és ezzel fedezzem fel, hogy hol van a szellem. De... Úgy fogod? Hát az nem számít. Ent van a pincébe a áramforrás. Azt hittem a szellem. Nem. Majd, de hát úgy szereti a szellem. Engem eléggé szeret, az a baj. Csont? Láttatok most rába csontot? Csont? Hallod, itt van Ipsis a izébe. No. Mizébe? Itt van a pincébe. Itt egy fotón. Hol? Esküszöm, úgy néz ki. A szakállas csávóra gondol? Igen. Jó, van már. Lehet, hogy még a pincébe megnézem, várj. Gyere már. Itt a ne. Az ott te. Ott te. Én sem, hogy tényleg. Most meg a szar izét hoztam, szar lámpát. Szar. Most akkor valaki izégesse már dolgokat itt. Valaki hőmérőzzön. Hőmérőzzön. Hát most jöttünk fel a pincén. Ez azért van, mert kirögtük az Ipsicset. Nem őt rögtük ki, csak azt, hogy ott egy ember, aki úgy néz ki. Szakállos ember. Most jobbra vagy balra volt? Balra. Jó van, én elmentem jobbra. Na. Ezt az egeret úgy kibaszolom, hogy a macskám. Öröm lesz nézni. Egy tiszta szőr. Ki járkál itt? Hát nem én. Te hol vagy? Fent az emeleten. Jó, akkor azt hallom. Ki jön itt felfelé a lépcső? Én. Akkor jó. Vizió, bár a hőmérséklet amúgy. Ádám itt izét UV a spermát keres éppen, hagyjál már, hát öcsém. A pinyóba ott 6 fok van. Hol? Pinyóba. Azt mondod. Fönt meg 10. Ne ugráljál már madárra, beszarok tőled. Nem értem. Itt van, 0,2 van a nappaliba, most 3 fok volt. Engedi a vizet. Hol? Hol? Ott. Nem ott. Nem, hátul. Itt erre. Á, ott, igen. Itt hány fok van? Itt volt. Itt van, koszos a víz. Itt mit van, -6 fok van. Ide gyertek. Koszos a víz. Kérjél a fényképező. Na, nincsen. Nálam sem. Akkor hova menjünk? A
picsába. Akkor most ide, itt van? Vagy hol van? Á, ebből látszik a... Most mit csinálsz? Én mondtam már, mínusz fokok vannak amúgy. Hol? Hát kint, a nappaliba. Itt? Ott, itt van mínusz 4 fok ebbe a dologba. Itt, itt van mínusz 7 fok. Hozom befelé a fényképezőt. Baszdmeg, ez megint izé lesz. Kettes éjjelme. Nagyon jó. Hol? Ahol letettem. Ott van a mínusz fok is. Ajaj. 24. 11 itt biztos nem. Füzetet hátra szeret rajzolni. Egy fakeresztet valaki behozhatna. Nálam van. Jaj, hallottam lépni. Tü-tü-tü-tü. Paranó, MF mérős aktivitás meg? Hova rakjam? Tedd a izébe, a szobába, az átmenőbe. Ide? Sarokba? Jó. Ott is lehet mínusz? Ott is volt. Én meg lemérem. Igen, itt is mínusz 6. És itt engedte a vizet, ugye? Igen, igen. Ott, igen. Itt is. Itt hát. 16. Hopp, a kakaós vizet. Lefotóztam. Mínusz 10 fok van, what? Jézusom. Ez megfagyaszt minket, genyó. Ez valami skandináv szell. Kapcsolod a villanyt, Ádám. Hogy hívják? Mi volt? Elizabeth, Elizabeth Robinson. Elizabeth Robinson, hallasz minket? Ha igen, adj nekünk jelet. Mindenkinek válaszol? Nem tudom. Elizabeth John, izé... Hogy hívtak már? Mi vagy te? Elizabeth, válaszolj! Elizabeth Robinson. Elizabeth Robinson, válaszolj nekünk, vagy írj a füzetbe. Írj a füzetbe nekünk valami szépet, írjál a füzetbe. Hozok még be izét. Elizabeth, who are you? Elizabeth. Elizabeth Robinson. Elizabeth Robinsonnak hívják amúgy, vagy Thomsonnak, vagy Johnsonnak, vagy akkor... Mindegy, beszélj hozzá ebbe a szobába. Két küldi megvan, már csak le kell fotózni, és úgy hívják, hogy Elizabeth Robinson. Elizabeth Robinson, válaszolj nekünk, te... Te fasz. Van szellemgömb. Na, az jó. És megint mínusz hőmérséklet, ez megint vagy zé lesz. Éles. Phantom rém vagy Juré. Vagy MF5 lesz, vagy mi volt? MF5? Mi volt? Vadászik vagy. Nem. De hogy vadászik, csak Ádám megint. Én? Te. Ádám. Picsárugás lesz, meglát. Gyerünk, bújj előtt a szellembe. Elizabeth Robinson. Izé lesz szellembe. Jelenj meg, Elizabeth Robinson. Hol ment át a sókhoz? Itt. Az IMF mellett. Ó, nem érdekel, nem vadászunk erre. Tegyük oda akkor a könyvet. Hát igazából ez csak környékén van. Elizabeth Robinson. A szellemírás lesz, vagy nem tudom. Valami írjál már be a füzetbe. Mi kell? EMF-et akkor Phantom. Spirit Box akkor Rém. Aktivitás nulla. Vagy szellemírás akkor Juré. Tehát szellemírás, Spirit Box vagy EMF-et. Vadász vagyunk, te állat. Nulla. Vadásztám. Mutasd meg, mit tudsz. Hívjad már rendesen azt a Robinsont. Elizabeth Robinson. Nulla. Gyerünk, Elizabeth Robinson. Dobd le a párnát. Dobáljunk neki, azt szeretik amúgy. Az biztos. Mindjárt csinálok itt olyan EMF-et, hogy megvárja. Ezt az beszélszék, innen meg kell szedni. Hozod neki izi, ilyet. Tessék, egy kis tányér. Hozok neki igen. Valami befőttes gombát. Nem tudom elvenni a gombát. Olyat hozz, amit nem szeret. Igen. De rángatódtál már! Lehet csinálni. Bepányolni. Hozok neki ízét.
Ezért. Nesze Elizabeth Robinson! Oda basztam a bögrére! Ő lennél befőztet. Vagy akkor lekúrtad a tányért, úgyhogy eltört. Nem szégyelled magad. Hová tűnt? Befőztet kellett volna. Az szép. Hová tűnt a izé? A... Hová tűnt a kereszt? Aha. Na hová tűnt a kereszt? Na geci. Nem. Félek. Hoztam egy másiket. Eltűnt mindkettő? Elizabeth Robinson. Már nem csak az egyik, azt másikat ide hoztam. Gyere, mutasd meg magad. Most már bújj elő. Akkor ott jelent volna meg, ahol volt az autó. Azon ott a pont a szemét. Baszak, eldobtam a lámpám. Kukkolom őket. Na, szellem. Bújj elő. Kukkolom őket az ablakon. Hát, ha őket beszárjasz. Nem teszem a felelőbb bújni. Engem. Megdobálom tányérról én is. De csak innen kukkolom őket. Én nem Elizabeth Robinson, ha nem jelentsz meg, megdobállak ezzel a nemes cserép edénnyel. Jelenj meg nekünk. Az a baj, hogy megint nekem kell kérdezni a szellemet, mert általában nem tudom, miért a szellemek imádnak. És miért suttok? Hopp, IMF. Nem suttunk. Mutasd valamit. Hármas. Leírt a fületbe. Oké. Okay. Hello. Fussatok! Hol van? Nem tudom. Fuss fel! Fussatok fel! Itt van lent. Á, szar helyre jöttem be. Oké, bevújtam a gardróba. Én szerintem biztonságban vagyok. Ott repülnek a szellemgömbök. Ott is. Most hol van ez a geci? Ez egy üréj. A szem mögöttem van. Elbújtam egy olyan szobába, ahol nincsen szekrény. Szerinted? Mi volt a szellem... Be... Ott mögöttem van. Szellemírás volt? Jó. Gyertek ki! Gyorsan! Abba hagyta. Ott repülnek a kis szellemgömbök a monitoron. Benyitott a szobába mellettem, és akkor eltűnt. Le kell fotózni a szellemet. Igen. Hajrá. Na várj, mindjárt ki, ide hívom. Hogy hívják? Elizabeth Robinson. Te mit teszel? Lehet egy kis gumicukor. Aha. Ádám, meg Szabina, vegyél már be légy szíves izét. Elizabeth Robinson, támadj be. Csak szólok, hogy... Hát Ádám jó, ha... Mi volt? Annál jobb. Hamarabb ideér. De Szabina... nem. Elizabeth Robinson, gyere elő. Elő. Bújj elő, mutasd meg magad. Mutasd meg magad. Mit lehet tudni a Jurejéről? Térjünk Elizabeth Robinson. A kereszteket nem szereti. Üré erősebb hatása van az emberek nyugalmi szintjére. Sokáig nem kísért szabályok egyébként, ha ott használsz füstölőt. A fizikai világban, hogy kiesse gyorszvet, azért jött vissza. Robinson. Mutasd magad, mert már nulla ilyen a felitt állok. Vagy mi ez, Sunny Team? Ne te Ádám, itt van. Elizabeth, nem, az a nullásra hamarabb támadsz. Be. Ádám, vedd be! Mindjárt. Mondom én! Hol van ez a csíre? Láthatod téged a kamerán, hogy néztek be az ablakon? Hát ez kurva jó! Ott van, ott mászik Ádám, ott mászott! Ott! Sem mászik. Ott mászik a földön ez a pizsamás kurva. Jaj, ez megint ez a pizsamás. Halló! Gyere már ide! Halló! Halló! Ott mászott! A földön! Szép. Tényleg ott mászik a földön! Hol? Ó, ott van! Basszus! Mint egy béka! Nem sikerült. Mert az emeletre nem látszik rajta semmi. Rúgjuk rá az ajtót. Most egy gyógyszered, vedd föl. Vedd már föl. Ott. Hol van?
Ott világítok. Te dobáljad már, nem vegyed fel. Na, még egyszer. Na. Hoztam okay. Még nektek, tessék. Egyet. Á, most már bevettem a kataflamát. Tessék. Hívjad Ádám. Elizabeth Robinson. Gyere ide, Homer. Be kell füstölőzni. Gyere elő. Nem, attól elbújik. Most jöjjön ide Elizabeth Robinson. Fújjon elő és legyen magam. Gyerünk Elizabeth Robinson. Csapd rám az ajtót. De rád fogja csapni és... Csapd rám az ajtót, hallgálj én. Nem, nem vagány. Gyere elő, te pizsamás. Gyerünk. Nagyon akarjátok azt a szellemen. Húsz már ide. Köve? Jön? Nem. Megisszük az összes szörpödet, ha nem jössz ide. Megesszük a befőztjeidet. Befőztje. Hát nézd meg, ott van, mint négy gyerek is. Na, az a gomba befőtt, az a király. Elizabeth Robinson. Hármas aktivitás. Búj elő, vadász valamit. Nulla. Nem mondom, ebben nem lesz semmi. Bevettem egy gyógyszert innestől. Ah, ez nem, volt. Senkit, de az nem befolyásol. 20%-on vagy Ádám. Hát az semmi. Nullának kéne. Akkor menjünk. Ja. Be van írva mindenkinek, hogy Jurei. Mhm. Okay. Jure. Farmház. Az kell nekünk. Mhm. Ki profi szinten? Oké. Okay. Minden nélkül. Persze. Na jó, keresztet hozhatunk, az kell. Más nem kell, kereszt. 120, komolyan, 120. Meg erősebb lámpa. Hát ez lófasz. Hát... nyugtató, könyv, nem kell könyv, infra, lófasz, igen. Törödő. Mit teszel, Ádám? Gumicukrot. Igen. Mikra fejlesz? Aj, fúj, nem akarom ezt a házat. Utálom. Mindig itt halunk meg. Jó, mindenünk van. Azt hiszem. Elvileg. Na, ezeket a regényeket. Jaj, de cuki! Bobos pelenka! Az igen. Mi? Bobos pelenka. Wow. Mosható. Mondjuk nem biztos, hogy... egy Illidánba vagy egy ártazat beleszaratnám a gyereket, de mindegy. Látod, van rá igény, ha csináltak. Itt mindent el lehet adni. Van a kutyáknak kifejlesztett társkereső oldal. Én ezen égtem, Maki. Mi? Mondjuk azt milyen vagány ötlet, basszus? Van ilyen izé, van, tudod, volt azok a sütik régen, vagy olyan, mint egy narancs, csak ilyen nagyon szaftos, vagy nem, tudod, a fénylő süti, nem tudom mi a neve. Aj, de te tudod, az a Dragon Ball-os süti volt nálunk is, mikor volt izé, kávéd. Igen. Mi a neve annak a süti fajtának? Azok a sós... Azok az ilyen... vajas sütik? Vagy... De nem volt vajas, mert az ilyen gömbszerű izé volt. Ez olyan csokis volt, meg... Áfonyalekváros, meg olyan, ilyenek. Ilyen trüffel? Az. Trüffel. Na, olyan trüffelszerű gombjai vannak, és hogy a kutya nyomásérzékelővel tudja bogarászni az internet.
Értem. És ez mekkora jó, hogy a kutyád megtanulhat skype-olni más kutyákkal, vagy veled. Nagyon komoly piaci rés egyébként. De honnan tudja, de a kutyának nincs is ilyen látása, csehzd meg. Az nem számít. Nem tudom, hogy kutya... egy piaci rés. A kutya szart is el lehet adni, hogyha kellően aranyosan volt. Hallod, ezt én találtam volna ki, már milliómos lennék. Hát próbáld meg, tehát találd ki te, az legyél okosabb. Jó. Mert még nincs tökéletesítve ez a módszer. De nem is az, csak egy sima kutyás társ. Itt egy fok van. Már és megint. Akkor azért tudná pörgetni, hogy itt is melyik egy... kutyával akar találkozni. A kutyája. Aha. Jó, csak mivel Magyarország még így is a szaporítás meleg ágya, ez annyira nem feltétlenül opció. Aztán olyan mixeket tolnának ki, hogy csak kamilláznánk szerintem. Hát persze, kutya macskával. Kimondta, hogy nem a 2021 van már. Itt már mindegy. Itt a csivabba nyávogna, nem? Lenne rá igény. Minusz 0,3 fok. Itt ahol, ahol állok. És itt ebbe? Az hol van? Én fenn vagyok az emeleten. Itt ahol kóvályogtunk az előbb. Itt, most itt is minusz 8, itt minusz 0,8 fok volt. Most eltűnt a mínusz. És itt kint? Itt mínusz 2 fok van. Látom a lehelletedet. Ez az a szoba. Tuti? Igen. Felkapcsoltad a villany? Ne nyávogjál már te meg, gyere ide! Neo! Hmm. Na. Szia! Kinyitott egy ajt... Aha, ezt itt! Fullba kinyitotta az ajtót! És trappol is. Kettes. Az király, ez beleesett a textúrába, de olyan mértékben. Micsoda? Gyere fel! Gyere ide! Fa kereszt az előbb. Ó, oh, hogy... Na. Hol a hőmérő? Adjon már valaki egyet. Valahol ledobtam. Kint van ledob. Itt van nálam. Minusz 3,5. És ott bent? Minusz 5. Majd kinyitott ajtót ezt. A villany föl van már kapcsolva? Minusz 3,6, minusz 5,8. Voltam, de minusz... Itt is minusz 5,5 van ebbe a szobába. Hát az fosza. És ebbe a picibe? És minusz 2. Hát az annyira jó. Minusz 5,5. Mi a franc? Jó, hát én szerintem... Fel van kapcsolva az áram. Király. Oh. Hát én meg... Hallottam azt a dübbenést, amit akkor van, amikor megjelenik. Hát nem tudom. Hozzuk akkor ülőnyomatot, meg könyvet. Na, mi történik? A baj az nem történik, csak... Így. És akkor mit kéne behozja? Igen, tudom. Már is megyek az utcokért.
Megyek meg kellene. Kamera. Ja, tényleg az első jel a... Fajos. Hogy hívják ezt a fasz? A neve pedig William Taylor. Sókupac, mozgásérzékelő füstölő. William Taylor? Mi vagy te, William Taylor? William Taylor, te egy démon vagy? Bevittél mozgásérzékelőt? Igen. William Taylor, válaszolj nekem, azt nem vittem. William Taylor. Vadászik. Baszd meg. Kurva Isten, bassza meg akkor. Meg fogok halni. Valahova megy be. Várhova. Kis... Látod azt, hogy becsukja az ajtót? Az ajtót. Lent van a földszinten akkor. Vagy nem tudom. Hát ajtót nem látom. Én se. Mi a... Itt van mögöttem. De hogy? Ott van lent a földszinten. Igen. Ott van. Ott nézd, ott nézd. Ádám. Lefotóztam. Te sose nézed a kamera izéit. Oda ment hátra. Akkor nézd már meg azt a fotót, amit csináltam. De nem azt. Ádám. Nem. Látom a fotón, hogy ott van. De nézd a... képernyőt, a képernyőt. Igen. Igen. És ott volt, hogy ott állt az ajtóba. És elment arra hátra a fürdőszobába. Igen. Azt láttad? Azt láttam. Hát meg volt fordulva a karakter, tehát hogy láttad? Azt hallom sarkába. Hazudsz. Nekem hozzá. Akkor ez mi az... mi a... nem tudom. Hát 18. szanitira inkább veszek be egy kataflamot. De várjál akkor... és nekem mennyi? Ugyanennyi. Ja. Kicsivel több. Ja, de valamit hozni kéne. Igen. Sót kell vinni, meg füstölőt. Já, bukjá! Mi bajod van már? Mi vagy? Hagyd békén a madarakat, elvehetek. Hozok egy öngyújtót. Fönt lesz az emeleten az izé, a visszakapcsoló, mert látod a földszinten nem írja a térkép. Hát, igen. Füstölőt hozol? Öngyújtót tudok, csak. És azzal mit csinálunk? Én viszek még egy kamerát, magam. Meg viszek egy sót. Akkor nem hozok fényképezőt. Hol jelent meg ez a tetvedék? Nem tudni. Átment a sókupacon, jó. Itt egy kereszt el van tűnve. Nincs, mert itt van rajta az ágyon. Ja, beviszek egyet az izébe. Oda be. Itt van mellettem, hallottam a lépteit. Beviszem abba a kis helységbe ezt a kamerát. Új lenyomat az nincs. Spirit box, ha kell, akkor hátul van a fészerben, az EMF-el egy. Hát, az lehet, nem kell. Hatos aktivitása van. De jó. De jó. Vannak szellemgömbök. Oké. Okay. Na. Akkor már nem démon. Hát, ott leveg egyet Ádám között. Phantom, Rém, Jurei. Már megint. Új lenyomatot nem láttam. Ilyen metet hát... nem érzékelek. Ez a mozgásértéket, ezt tedd már át máshova a WC-be, mondjuk.
Szerintem a WC-ben van. Szerintem. Ez itt járkál. Mert azt mondta Szabina, hogy itt van a... Jó Isten! Itt van mögöttem! Fúss! Ne hajd magad! Talán... Ó, hallom a sprinttel. Ez valami Usain volt. Ellenben. Ó, te hallom, hogy itt recseg mögött. Recseg? Oh, itt van alul, rajtónál van, megy föl. Ádám, menjél onnan. Most hát, vagy... Innen lejjebb csak akkor tudnék, kiugranék az ablakon. Oké, okay, rám nyitott. Lebuktam. Itt van. Itt van meg. Te fúss! Megele. Pidegert a nyakam. Hol vagy? Hát? Jön. Az emeletem voltam. A gyerek szobába. Ez mondom, ez itt jelent meg a izén a itt. Hmm. Szerencsére elszaladtam az IMF-fel. Az... Hello. Mi elment melletted? Azt itt recseg még. Hol van? Elment az üzé mellette. Mi? Most megy fel az emeletre. Ez mindig engem keres? Mi van ezzel? Egyszer nem volt elég. Fel van a padláson. Itt liheg. Itt látom a padláson. Én csak hallom, hogy itt liheg. Iii, hogy néz ki szegény. Tiszta rücskös a feje. Jön le! Anita! Hol van veled szembe? Megy feléd. Eltűnt. Az szép. Viszlát! Ciao, Della! Már inkább indítsd el, ne bukjuk el az egészet. De miért nem fut... Hát de miért nem fut gyorsabban? Igen, mit ajtól fogtál? Szütyög! Szütyög! Ezt láttam megjelenni előttem. Láttam, hogy elment mellett. És fogtam a keresztet, mondom, oh, de Jesus Spiritus! A szívem. Hát 2%-on vagy. Azért jelent meg még egyszer. Nem ment át a mozgásérzékelőn? Le se tudtam rakni, mert rám jelent. És minden boxunk bent van. Igen. Igen. Jó, akkor mi ez? Na jó. Menjünk, szerintem ez egy rém, vagy olvassuk el. Kurva gyorsan mozgottam úgy. Mert függ, az bent volt és nem jelzett, nem? Hát, igen. Szelemírás nem volt. Nem volt és nem nyomta. Hát akkor ez egy rém. Vagy mit ír? Azt mondja. Juré, nem tudom. Mi volt? Án még? Igen. Szellem, rém, Gyuráj, vagy mi a szellem? Ez rém lesz. Ez szerintem is. Szerintem is, úgyhogy hajrá. Indítsad el a kocsit! Fú, te. És az volt, yes. Uff. Az hát mind a 15 dollárt megkaptam érte. De is! Ja. Yeah. Hát na. Hát nem jó, mi? Nem jó? Na, még egy utolsót.
És akkor utána. Elköszönünk a kedves nézőktől, így a végre már kezd bedurvulni a helyzet, ez a ház mindig szabadott minket, szóval. Mit szólnátok még egy ilyenhez? Na. Akkor minden nélkül. Nem, ha legyen, legyen haladó. Minden nélkül? Nem. Hát én viszek két feszületet, és akkor én ki is. Meg egy erősebb zseblámpát, és ennyi. Az nem a minden nélkül, és a füstölő, vagy a mozgásérzékelő. Hát az hülyeség. Aha. Feszület, zseblámpa, más nem kell, ennyi. Semmi más nem kell. Persze. Egy füstölő? Hát szép. Kell még valami más? Nem? Menjünk. Csapjuk neki! Hmm. Szabad a belém termet, jó? Azt lehet tudni, hogy tisztíts meg a szellemeztető füstölővel. Balászatot meg kell akadályozni, és mozgásérzékelő. Jó, hogy hoztam mozgásérzékelőt a küldihez, nem? De... Hát, küldik nem kellene, csak meg kell fejteni, hogy kivel van dolgunk. Nem. Linda Thompson. Mi ez, profi? Nem. Haladó. De mondtam. Akkor... Hát mondtad, hogy lehet. Aztán tényleg. Aztán tényleg. Amint olyan vicces gyerek. Igen. Én. Én így van. Te. Hát ez így van. Na, ennek van egy padlása is, csak hogy örüljünk. 18 fok végre. Az eledobott itt egy izét, hallod? Itt, mit, hol? Nesfikes bögrét. Most? Na, ott lekurta ezt a Nesfikes bögrét. Íj! Azt hiszem baj van. Nem bír magával. Itt a csont. Na, na. Jó. Végre találtuk egy ilyet. Itt a kudzsi tábla, vagy a kidzsú kudzsó. Itt a tábla. Jó, de jó. Tudunk vele beszélgetni. Azt. De jó, pont itt van a tábla. Szutykos retyó. Itt 13 fok van, ahol hogy hívják? Jó kérdés. Hogy hívnak? Adj jelet nekem. Valami Taylor. Mondd meg neki, nyissa ki az ajtót. Lehet neki elvileg ilyeneket is mondani. Vagy zörögjön. Csinálja hangot. Legyen tánc. Nyisd ki az ajtót. Kinyitotta mi? A fasz! Belesugott a fejembe, azt itt volt elől, itt a konyhába. Hát majdnem letéptem. Linda Thompson. Lekapcsolta a villanyt. Mit csinál? Ez meg... Na csak nálad. Ez megvadult. A kudzsi táblával kérdeztem. Ez egy démon lesz. És most működött a kudzsi tábla? Ajaj. 11 fok van itt. És itt jelent meg nálam, itt te ne. A táblával itt játszadoztam. Ezt ott onról jött. És egy ilyen fehér valamit láttam, és kész. Kidobta az ajtót. Fenn van a padláson a villany. Kint van amúgy 11 fok, itt nincs 11 fok. Hozd ki a táblát, Anita. Hát ott felkapcsolt a villany. Az én voltam. 6 fok van itt kint. Aha. Hol? Jó lesz, ahol lekurta a bögrét. Az szép. Itt áll egy balta. 5 fok. Bögréket sajnos széthagyják a házban egyébként. Minden asztalon van egy bögre. Mert igénytelen. Sörös üveg, kávés bögre. Túl sokat járnak az IKEA-ba. 3-as éve. Jaj. 10 fok. Az jó. 13, 12, 10. Most ha lehajolok, akkor működik elvileg?
Mi? Hát... Linda Thompson, hol vagy? Kod nem utána. Mutassa magát. Hogy kell ezt a szart használni amúgy? Szerintem csak beszélni kell hozzá. Ó, hatalmas tábla! Hol van a szellem? Teszik lófasse. Működj már! Annyit látok, hogy Google is... Működj már! Na. Linda Thompson! Mi vagy te? Linda Thompson, hallasz engem? Akkor leszarom. Hát kérdezek tőle valamit. Na hadd. Linda hány... Thompson. Azt kezdve, hogy hány éves. Hát ha, nem tudom, számokkal vagy valami. How old are you? Linda Thompson. Hopp, 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 mit csinál? Mit csinál? Hármas ilyeneket. És csak annyi fok volt, nem volt? Más. Hát, 5 fok van. Linda Thompson! Itt vagy? Gyerünk, Linda Thompson, mutasd meg magad. Linda Thompson! Linda Thompson, jelenj meg nekünk! Linda Thompson! Mit mond? Azt mondta, hogy old. Old. Korítős. Na, az öreg. Akkor az első, hogy Spirit Box. Spirit Box. Jó. Viszek egy könyvet. Kettes EMF volt. Hát, ez semmi. Nyomok egy szellemírást is. Már kétlem, hogy az lesz. Csörgeti a telefont. Nyomatok egy szellemgömböt, ott van a szellemgömb előttem. Pont azon a részen, ott itt lebegnek a kis fehér pontok. Oké, okay. Kopogó szellem, Jean, réme. És akkor az mit ad? EMF 5, akkor Jean, Spirit 5. Box, akkor... Az már, vaj, az bocs. Már van. Új lenyomat, akkor kopogó szellem. Vagy fagy. Fagy az nincs, szóval új lenyomat vagy EMF-öt. Oké. Okay. De új lenyomat is ezt találtam szerintem. Ugye én is megkukkolom. Nem is tudom, hogy kerestem-e. Aha. Na. Az az. Van. Jó kérdés. Átment a mozgás érzékelőn. Hogy hívják? Linda Thompson. Linda Thompson. Új jelő, mutasd meg magad. Ne csak trappolgassál. Ez zongora, huszár. Anyamt a zongora? Meg hát. Búj elő. Hát azt nem kopogó szellem szokott dobálni. Búj elő itt a kopogó szellem. Négyes EMF. Na? Ezt az ötös is. Linda Thompson, gyerünk! Mutasd meg magad, ha ott állsz. Do something. Linda Thompson, do something. Linda Thompson, itt a bögre. Hol van? Énekel. Rám akarta csukni az ajtót. Ott van a kislány. Hol? Ott énekel. Nézd meg. Ja, itt. Ja, ez is ilyen izé lesz, az a koporsó fejű. Ott az uranyomat az ablakon. Ott az uranyomat az ablakon. Akkor oké. Akkor megyek is ki. Sziasztok! Na várjál meg! Fú. Az itt tényleg egy kopogó szellem. Mondom. Azt szokott dobálni. Jó, de nincs meg egy csomó quest. Hát, ez nem számít. Milyen csomó? Egy darab quest nincsen meg. Micsoda? Füstölő. Na hát, az füstölt ki. Az meg easy. De is melyek, az fölgyűltem a függönnyel együtt. Jó van.
Majd én nézem, hogy gyújtod fel. Ez faházat nem lenne nehéz begyújtani. Valóban. Na jó. Na. Megvan? Igen. És kimegy az ajtó? Azt hittem. Gondolkoztam rajta, de túl sok effort lenne körbe menni. De már az IMF-et nyomja, remélem nem most bassza rád az ajtót. Fuss állába, fuss! Hát ha bár hetes volt az aktivitás azért. Szép. Hát ez egy 100%-os teljesítmény így a végére. Csontak minden. Az annyi. Na. Hát ez... Na mi? Hát ez kopogó szellem, mondtam én. Azaz. Meg is nézem, hogy milyen fotókat csináltatok. Csak jókat. Én nem fotóztam. Ádám a mesterfotó. Hát Ádámnak így láttam, sikerült neki egy... fél kárpitot. Lefotózni. Milyen borászat ízé van ott? Az alsó van, az a csúnyaság. Borászat. A retkes víz. Ja, hát igen. Ja, hát ez persze kakaós. Szép. Hopp. Mi? Hogyja már a faszomba békén már, hát nem hiszem. Tessék. Megdobáltam Szabinát festékkel. Lehet bedobni a kosárba? Hát nem. Ja, mit vergődsz már? Nem találod a fügét? Vagy mi van? Kere ide. Mi van, Leo? Szeretke kell? Domboljál. Hát jó van. Na, akkor. Hát köszönöm, hogy ezt a csodás játékot nehezen indult. Nehezen indult, aztán feloldottunk. Aztán... mit csinálsz? És nem csak állam itt labdázik. Szóval aztán nagyon királyok voltunk, azt kell mondanom. Mintha mindig is ezt csináltuk volna. Profik voltunk. Én azt mondom. Ha nem? Hát... az az. Na ugye. A 100-esen már csak nem. Hát ja. Úgyhogy köszönöm szépen srácok a játékot. És a kedves nézőknek is... Így van. Szabinának lehet küldeni. Díjjel a néven. Kérek, mert hárman vagyunk. Ja. Drága villanyszámla. Ja. Ja, jó. Elég drága óránkénti, igen. Hát nem. Nyette. Férjél már érte meg... Na, jól van. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek, remélem tetszett nektek ez a rész is. Ugyanúgy, mint az előző, ha még esetleg ez dobta volna föl a YouTube, akkor esetleg ne felejtsétek el lecsekkolni az előző részét. Egy ilyen lejátszási listában vannak, szóval nem lesz olyan nehéz esetlegesen megtalálni. Chapter 2, ha még szeretnétek ilyen részt, vagy részeket, akkor nyugodtan komment szekcióban írjátok meg nekünk, hogy akár legyen még, illetve a tetszés, vagy akár a nem tetszést nyugodtan díjazhatjátok, like, illetve csapjalak nyakon egy dislike formájában. Illetve ha még újra a csatornán, vagy visszatérő, de még nem iratkoztál föl, akkor, és ezeket a tartalmakat, amiket feltölök, ezeket szereted, akkor ne habozz feliratkozni, illetve a kis csengőt is azért meg kell nyomni, hiszen a kis csengő csak az, ami jelez neked, hogy bármit feltöltöttem, akár ilyesmi videó, akár horror, ugye parapéntekeken, vagy akár stream, vagy bármi hasonló. Úgyhogy igazából köszönöm tényleg, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Hálás vagyok érte, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!